Wow. Szeretem egyébként ezeket az epik uh, montásokat, videókat, barom jól meg tudják őket csinálni. Wow! Megette. Megjött a is, kacok Wow, ott a skin, amit ugye a tegnapi live-on már mutattam. Úgyhogy ezek szerint bejött. Your Better Watch out! Na! Hey! Sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a mai videóban, és végre valahára elérkeztünk oda, amire nagyon-nagyon sokat vártunk már. Gyakorlatilag több mint három hónapot, de hogy az elmúlt egy-két napban már azért mindenkinél lehetett érezni azt az érdeklődést és azt a kíváncsiságot, ami övezi ezt az egész új season hogy a Fortnite-ban minden season egy kicsit ilyen újdonság, nagyon sok új dolog jön be. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ebben a season milyen újdonságok lesznek, és mik lesznek azok az kinek, amiket majd ugye meg fogunk kapni a Battle Pass-hoz. Most valószínűleg fogok egyet vágni, megveszem a Battle Pass-t, és elkezdjük lecsekkolni egyesével a Battle Pass-os itemeket, tartsatok velem! Na, hát itt is vagyunk. Én úgy döntöttem hosszas gondolkodás után, hogy a nagyot fogom megvenni, hiszen mostanában nem mindig van idő. Jó, mondjuk pont mostanában szoktam játszani, de egyébként azért játszottam más játékokkal is, úgyhogy nem, most is elég neccesen jött ki a Battle Pass, úgyhogy szerintem én a nagyot fogom megvásárolni. 2800 vívákba került. Na, hát akkor csekkoljuk le, hogy mik azok, amiket fogunk most kapni. Gyorsan egyesével megnézegetjük. Vissza is megyünk, hogy a 30-asnál kezdjük. Na nézzük a skineket, nagyon kíváncsi leszek a skinekre. Közben annyit még csinálunk, hogy a lokernél le fogom venni ezt a kis táskát, hogy még véletlenül se kavarjon be. Ó, már is látom az újdonságokat itt, ne? Hogy miket lehet még betenni, de ezeket majd akkor később. Na, Battle Pass! Nézzük a season 7 es Battle Pass-t. Ugye a szokásos. Uh kell fogunk kezdeni, és úgy látom, hogy kétfajta módosítható skin fogunk kapni, közben jött egy SMS is. Az egyik az Zenit. Hát Zenitről mit lehet tudni? Hát... Azt, hogy egyelőre nem sokat látunk belőle. Na így már jó. Aha, na változik. És ő lesz az. Tehát akkor végül is mondtam én, hogy nem karmok lesz, de karmok lettek basszus. Hát ilyen félkarmok, nem ilyet illet végül, hanem egy ilyen beöltözött úri ember Nem néz ki rosszul, de nem tudom. Valahogy, valahogy nem, is a, nem is az, amire én úgy nagyon-nagyon vágyom mindenféleképpen. Ez a csávó viszont nem néz ki rosszul alapjáraton. Hát nem tudom, majd összegyűjtögetjük, meglátjuk. Nem rossz. Nem rossz egyébként, főleg, hogy biztos majd lehet ez kineket is változtatni, vagy színét változtatni, úgy már annyira nem lesz gázos. Na nézzük a másikat. A choice-it. Gondolom ebből lesz a panda majd. Aha. Ez a links. Na ez... E, lol. Wow. Na ez király, kacok. Ez király. Ezt adom. Ezt adom. Ezt adom, ezt a macskanőszerű dolgot. És egyébként nekem még így is tetszik. Olyan kis falánka. Nem tudom. Olyan kis. Jó, jó. Nem rossz, nem rossz. Egyelőre, egyelőre abszolút meg vagyok elégedve. Ezzel a skinnel... Tetkós is, öltözik is, és hát nem tudom. Ez, ez, ez nagyon jó, ez nagyon jó. A fekete macska nő meg egyenesen király. Na, eddig oké, okay, eddig oké okay vagyunk. Kapunk 5 free tiert is, oké, okay, azt megkaptuk, illetve kapjuk ugye a szokásos ilyen ö, fal jelképeinket, amiket ugye föl lehet festeni a falra. Kapjuk az itemeket, betöltőképernyőt, az annyira engem nem érdekel. 100 vbák, akkor kapunk egy artik kamót, show your style. Ez nem tudom, hogy mi lesz egyébként. Betesszük a lokerbe. Aha, itt van, és akkor... Ja, a... ó! Hoppá, hoppá, hoppá! Az autónak a kinézetét tudjuk vele változtatni. Ez mondjuk nem rossz. Ez, ez eskü jó ötlet. Ez jó. Ez király. Viszont ha már lehet változtatni az autókét, akkor a fegyverekét is lehet. Lehet. Skacok, eljöttek a skin idők, úgy nézem, jönnek a, a fegyverkinézetek, és itt van a. hopp, ez a digülé. Aha, ez nem rossz. Ugye be lehet állítani mindegyiknek különböző skineket. Nem mondom, hogy ezek a legnagyszerűbb skinek a Földön, valószínűleg én nem fogom őket használni, de alapjáraton nem rosszak alapjáraton nem rosszak. Ezt tetszik ez az Arctic Camo, például így ez az M4. Na jó, van, ki fogjuk próbálni, ezt is megnézzük. Menjünk tovább, hogy mik vannak még. 100 vibák köszönjük szépen. Hoppá, lehet hokizni majd, ez érdekes. Játék katona. Remélem, hogy vissza fogják hozni ezt a skint. Valószínűleg karácsonykor igen, ami szerintem jó lenne, mert én ezt a skint szeretném megvásárolni. Nagyon-nagyon szeretem. Na nézzük a táncot. Hát figyelj, ilyen laza este a koronita után, nem olyan rossz, új kis jeleskénk is, kapunk vibákokat, na van új kutyukánk, Rémusz névre hallgat. Ez mondjuk nem néz ki rosszul, ez a kockás, ez a kockás téma, tudjátok. Hoppá, 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 van egy ax, egy, euh, milyennek a neve? Abominab, abominable, micsoda, micsoda, nem tudom elolvasni gyerekek, abominable. Szétbasz az idegen nélkül is, van nekem elég bajom, érted? Abominable. Ugye? Ugye? Eee, nem rossz. Na nézzük, Tender Defender, jó kép, oké, okay, V-back. Szokásos képek, van megint skinünk, durburgeres fegyverkinézet skin. Beszarsz. 1kxp, na tánci, manci, nem tánci. Imót. Nice. Na nézzük a... Oppá. Povder. Ez király. Ó, snowboardos skin. Ez tetszik. Ez nagyon jó. Ez király. Ezt eltalálták. Nem mondom, hogy ez a legkirályabb skin a földön, viszont nem rossz. Elég nagy lábai vannak, sőt... Nyilván tudom, hogy ez a snowboardos védő cucc. Tehát kinézetre szerintem abszolút jó. Hát igen, azért a segg az, az ebben a nadrágban nem az igazi de alapjában véve nem rossz, kicsit nagy, kicsit széles alul, könnyű eltalálni, de nem olyan, nem olyan vészes. Na nézzük a következőt. Links van megint egy... Ez töltőképernyő? Az, loading screen. Kapunk megint... Ó, kapunk egy, 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 egy ilyen, nem tudom mi ez, tészelget. <háha> ez király, ez jó. Nem tudom, nekem ez az állatkás témák, ezek így jók, meg minden, de egy idő után zavaró, vagy ilyen érdektelenné teszi nekem, az, tehát annyira, annyira nem érdekel. Van diszkó zenénk is, tökéletes, van egy ice cube-unk, nagyon rámentek ezekre a jég, meg tél, meg fagy, meg ilyen dolgokra. Ez jó. Ez tetszik. Erre valószínűleg le is fogom cserélni. Ez, ez, ez egy kis nyugis, nyugis. Pihenő a szemnek, király. Na nézzük, kaptunk megint egy skint. Indigo Ice. Én ilyen viccesebb, ilyen, ilyen, ilyen kicsit szabadabb skinekre gondoltam első körben. Jó van. Ez sem nyerte el tulajdonképpen annyira a tetszésemet. Ó, na ez király! Ez király! És itt a Yeti. Itt jön a Yeti, nagy pöcse van neki, szájába kis gyerek integet. Itt jön a Yeti, nagy pöcse van neki, rettegnek az emberek. Ez király! Gyerekek, ez hatalmas ez a skin. Na ez, ezt adom. Ezt a skin, esküszöm, ez a legjobb az egész, ezt még használnám is. Ez az egyik legjobb skin ebben, legalábbis eddig a Battle Pass-ba, sőt, hanem a legjobb. Nekem ez nagyon tetszik, ez a yeti. Szokásos fegyverkinézet, oké. Okay. Toy, burger, tök jó. Töltőképernyő. Na, kapunk egy glidert is. Nem rossz. Van ugye egy másik színű ilyen ö, pockunk, vagy tengeri malac ugró animáció, ez se rossz. Onesi! Nem rossz a skin, ugye ez a durburgeres csaj, ez már régebben bejött volna, én meg is vásároltam volna. Um, hogyha bejött volna, de nem jött be volna, úgyhogy nem vásároltam meg. Viszont ez így király, hogy bejött a Battle Pass-ba, meg később de törve nem. Hmm, Squad, oké, okay. 100 zene, megink, ó, oh, jégkutyus. Nem néz ki rosszul, csak az a baj, ezeket a kutyákat nem nagyon fogom használni. Na, van egy táncunk. Ezt adom. Ezt adom. Jó a zene is. Na, ja, ez egy kis pörgős, ez nem rossz. És akkor ami várható volt, megkapjuk az ice kinget. Hú, uh, hello. Hello. Hello! Hát fekete-pirosban nagyon durván néz ki. Így király. Jó, jó, jó. Nem az én stílusom egyébként, ez a, ezek a karakterek. Nekem ez már túl csicsás. De, de nem néz ki rosszul. Egyszer-kétszer biztos, hogy fogom használni. Így. Feket, de szerintem mindenki fekete piroson fogja használni egyébként. És írjátok le kommentbe, hogy nektek az Ice king melyik tetszik jobban. Na, nézzük akkor gyorsan még, van egy újdonság, amit még szeretnék gyorsan megmutatni, a Battle Pass-ot szerintem kilőttük, nem lett egy rossz Battle Pass, viszont nekem az előző talán-talán egy picivel jobban tetszik, Battle Pass ügyileg, season ügyileg még ugye nem tudok beszélni róla, biztos, hogy tök jó lesz a télies hangulat, arra tényleg arra kíváncsi leszek, hogy bejött-e a, a, a hó, vagy lesz-e valami, de még mielőtt ezt megnézzük, megnézzünk egy új módot, ami bejött, az pedig nem más, mint a kreatív. Itt uh, saját szigetet lehet tulajdonképpen készíteni. Gyorsan bemegyünk, megnézzük, hogy hogy ez, ez mit tud. Ezzel most mi van? Memory Used. És akkor itt tudok építeni mindenféle szal... Ó, figyeld már, hogy megyek, Dick. <laughs> Haha! Minecraft! Minecraft! Ez tényleg olyan, mint a Minecraft, gyerekek. Fly mode. Figyeld már. Haha. <laughs> Adom. Beszarsz, megfogom a fát, figyeld. Bármit le tudok másolni. Király. Itt van például egy ház is. Lemásolom a házat, figyeld. Én csak a izéjét? Nem tudom az egész házat lemásolni? Itt várja, be tudom szked... Aha Király Na nézzünk egy sima pályát, megnézzük, hogy uh, mi újság van Hát, hó uh, van és igazából... is lett a dolog, jött egy csomó új hely Hmm Na, ezt adom. Ezt adom, skacok. Akkor érdekes dolgoknak nézzünk elébe. Na hát srácok, akkor találkozunk ma 16 óra 0 tól élő adásban, és egy kicsit jobban meg fogjuk majd nézni ezt a havas részt is. Kiderült akkor, hogy a pályának egy bizonyos része lesz havas, illetve lett havas, a többi az maradt, ennek én örülök hogy nem izé, hazódott el az egész. Délután négykor egy kicsit okosabbak leszünk, és tömörebben meg fogjuk nézni. Hogyha tetszett ez a videó, és szeretnél még hasonló tartalmakat, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, ne felejts el dobni egy uh, lájkot, like illetve ne felejtsd el, hogy van egy 20.000 uh, vibákos nyereményjáték is, amit szintén majd leteszek a komment szekcióba, illetve a leírásba is. Ott el van mondva minden, hogy hogyan kell rá jelentkezni, hogyha szeretnél és hát találkozunk akkor ma délután 4 órakor, addig is jók lehetek, vigyázzatok magatokra, Jussu voltam, sziasztok!